Tiszteletel köszöntjük a kedves hallgatókat, illetve a YouTube csatornán a nézőinket. Ez itt a háttérkép Boros Imrével és Bogár Lászlóval. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Gyerekek, nem tudnám mással kezdeni. Itt ugye most csütörtök dél van, hogy ez a felvétel történik, és tegnap a következőket lehetett olvasni a sajtóban. <kül> Első pont. Az ukránok dróntámadást hajtottak végre a Kreml ellen, mert így akarták Putyin elnököt meggyilkolni. Néhány óra múlva azt lehetett olvasni, hogy Ukrajna egész területén légi riadót rendeltek el, mert állítólag Oroszországból egy atombomba Szállítására is, alkalmas, szállítására is alkalmas, nehéz bombázó repülő szállt fel. Aztán ma reggelre ez volt az utolsó, amit lehetett olvasni, hogy igazából az oroszok támadták meg a Kremlt, hogy valami ürügyet teremtsenek a nem tudom, szigorúbb fellépésre, reisták. Aztán azóta olyan mély csönd van, mint mintha tulajdonképpen nem is történt volna semmi. Mint ahogy nem is történt semmi. nem? Na, hát... akkor most akkor, most Na, akkor mi történt? Most akkor a probléma, kezdtem, Lacikám, 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 lakik lakik, mi van? Hát én is csak ezt é. tudom é. elmondani, gondolom az ami, ami, ami azért, és ezt nagyon-nagyon sokszor elmondjuk, hogy a valóság közvetlenül nem megismerhető. Hát nincs ember a világon, aki mindenüve oda tudna menni, meg hát még csak az kéne, hogy akkor itt minden Bekupogni nap 6-8 órától, hogy akkor jöttem és szeretném megismerni a valóságot, de nyilván ez egy, ez egy szép elképzelés, csak semmiféle realitása nincs. Tehát most aztán tényleg teljesen egyértelművé vált, hogy valójában minden tudásunk vélt és vagy valós tudásunk és információnk valamilyen közvetítőn keresztül jut el hozzánk, tehát a közvetítő, vagyis a média elmesél nekünk egy történetet valamiről. De hogy ez a történet, illetve az a valami, amiről elmeséli nekünk ezt a történetet, az egyáltalán létezik-e, és ha létezik, akkor annak milyen a valósága, ezt közvetlenül semmilyen módon nem tudjuk ellenőrizni. Tehát most itt vagyunk egy, hát azért ha ez valóban így történt, ugye mind a két esemény, akkor azért ez hát nem teljesen lényegtelen, mert értelemszerűen ez valóban kiváltója lehet, tehát közvetlen előzménye lehet egy az egész világot volt elsöprő Most, Most viszont, és ebből is látszik, hogy a hogy a világ nem létező urai mekkora hatalommal rendelkeznek, hogy jó, ja, a érdeklődés hiányában az armagedon most elmaradt, tessék tovább sétálni, nincs is semmi látni való. Lehet, hát, hogy többen. majd kisváltatva megismételjük jobban. Igen, igen. Én no, kérem szépen, emlékeznek-e az urak még, nem Énnyi Béla nevű illetőre, aki azt érdekel, kiöltem meg kennedy -t? Azóta se tudjuk. Azóta se sejteni, tudjuk. Sejteni pedig sejteni sejtet hogy nem az, akit ott... Nem az utál. és nem úgy. Nem az, nem úgy, nem azzal a mert arra már úgy nagyjából tudunk következtetni, de még az egyébként sorból kilógó Trump elnöknek sikerült a teljes doksit nyilvánosságra hozni. Tehát ez ugyanúgy lesz, és most már érdektelenségbe fullott az egész. Ugye nyilvánvalóan annak idején a Jack Ruby is azért intézkedett, hogy az, akire ezt mondták, az nehogy megszólalhasson, mint ahogy ez már többször volt, ugye? Saddam Husseinre se voltak a kíváncsiak. A, a kedvéért, hogy a Kennedy gyilkosságot egy Henry Lee Oswaldra próbálták igen, igen. Kenni, akit aztán kisvártatva egy Jack Ruby gyilkolt a meg. pillanatok alatt belelőtt a... a az a... a jó kérdés, mi lett Jack Ruby? <laughs> Nem, a Jack ne, Ruby rák... Egy éve belül egy rák... rákban, mert, ő is nagyon gyorsan. Én is csak vízből. Ja, viccből. jó, 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 És vannak ilyen esetek szép számban, ugye a világtörténelemben, és valóban arra vagyunk utalva, amit elénk tálalnak, tehát ahogy tálalják. De az, hogy a tálba mi kerül, az Na, ne, ahhoz nekünk semmi közünk, ugye, az égvilágon. Sajnálatos módon ezért is van bajba az az elemző, aki azért a világ dolgait a maga mélységébe szeretné látni. Ha jó, ha úgy, úgy kezdi, hogy nem hisz senkinek se, hanem próbál valami anyagot össze, szedni, szembeállítani, elemezgetni, ki mikó, miket hazudott, mekkorákot, stb. 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 És az ilyen dolgok azóta és követ, a jövőben még jobban szaporodni fognak, pont reggel jött az kezembe egy olyan, egy olyan írás, ami arról elem, lesz, hogy valamit Kolumbiába összemixoltak, valami képet, és hatalmas nagy botrány lett belőle. Mester Mesterséges, intelligencia Csak a... a zászlót rosszul csinálta, nem jó. És mindezt az Amnesty International csinálta. Amnesty International. Na most, gyakorlatilag eszméletlenül vigyázni kell, és ha valaha az őszinte szónak, a komoly elemzésnek volt értelme, akkor eddig is volt, ezután még inkább. Van az egész dolog, bocsánat, egy rendkívül fontos ismeretelméleti üzenete, hogy a tény, igazság, valóság, az kb. 2500 éve, tehát mondjuk Platon és Aristoteles óta, tehát az antik görökség óta a az emberi megismerés alapillére is szóval Azért ezeket mindenki igyekezett tiszteletben tartani, mert nyilván mindenki tudta, hogy tény, igazság, valóság valóban ő felfeltárására törekvő ő őszinteség nélkül nincs emberi megismerés. Na most ez ma gyakorlatilag teljesen romokban hever, tetszés szerinti valóságokat gyárthatsz le. Valójában a globális média egy ilyen globális valóságipari művekké vált, ahol a megrendelés alapján bármilyen tény, igazság, valóság legyártható, és ez azért nagyon fontos üzenet a háborúval kapcsolatban, mert nyilván egy háborút csak úgy lehet befejezni, hogy a felek őszintén kinyilvánítják azt az akaratukat, hogy most már valóban szeretnének pontot tenni az öldöklés végére. Először fegyverszünetet kötnek, ez látszik egyszerűbbnek, noha ez se egyszerű, és utána meg aztán valamilyen békét, valamilyen egyességet. Igen, de ez csak úgy lehet, hogyha legalább minimális mértékben megegyeznek abban, hogy igen, akkor ez a tény. Hát anélkül ugyan hogyan lehetne egyességet kötni, hogy teljesen eltérő módon érzékeled a tényt, igazságot, valóságot, és ez az igazi tragédia. Történt még valami, amit Nyilván velem van, a, az én készülékemben van a hiba, de nem tudok Jövön. nem figyelmen. Majd ki a hagyni, és, és én alaposan összekötöm ezzel a kis dróntámadásos ügyjel. Miről beszélek? Ugye bár az volt még a tegnapi nap fantasztikus híre, hogy a dánok, a svédek és a norvégok készítettek valami dokumentumfilmet. Nem, bocsánat, BBC, tehát ez a, a, az orosz hadihajók. Tehát alapvetően angol, ha, a, igen. csak ők részt vettek. Igen. Akkor részt BBC, még jobb. Mi szerint most ugye az új narratíva az, hogy a oroszok robbantották fel igen. Mégis. igen. az északi tengeri gázvezetéket, és ezt azzal támasztják alá, hogy akkor ottan gyanús orosz hadihajók mozogtak gyerekek, ugye nagyjából két hónappal ezelőtt az amerikai oknyomozó újságíró és doájenje amerikai titkosszolgálati iratokra hivatkozva megírja, hogy az amerikaiak robbantották fel a gázvezetéket. Ezt meglehetősen nagy mértékben támasztja alá az a nem elhanyagolható apróság, hogy a teljesen hülye amerikai elnök a saját szájával kamerát előre. előre megmondta, hogy ezt tervezik, és ezt fogják csinálni. Sőt, azt is kifejtettem újságírói kérdésre, hogy megvan hozzá az erő és a képességünk. Pont. Majd felrobban a gázvezeték. Ezt megírja az újságíró. Megjelenik. A világ néz hülyén maga elé. Eltelik két hónap öregem, és itt a doksi film. És nem tudok nem arra gondolni, hogy ez a tipikus és a klasszikus titkos szolgálati dezinformáció. Ez a minta példánya. Ennél sokkal jobbat mondok én neked. A történészek 95%-a itt dolgozik. Tehát az emberiség történetét, ahogy nekünk tálalják, és ahogy az érdembe valahol lezajlott, most mindig az érdemi dolgokra, nem az, hogy Józsi Pista Ferkó reggel mit reggelizett, néha köszönő viszont sincs. Hát ezért vagyunk mi nagy bajban, néha néznek itt magára, hogy miket mondunk mi, mert megpróbálunk az eredeti tén, tén tényanyagokra, tehát ami konkrétan tényanyag támaszkodni, és ezen konkrét tényanyagok közötti feltételezett összefüggéseket utalni, így jutottunk ugye például arra a következtetésre, hogy a nemzetközi pénzhatalom az már régóta proxikat használ a saját ügyeinek az intézésére, ugye? De ezek mint a nemzetek háborúja, vagy legújabban ez a Gabona ügy, ugye amikor tolják Európa torkán keresztül a rossz minőségű gaborát be az Unióba, ahol vannak vámszal, stb., és mint kés a vajba, úgy jön be, rakódik be, lengyel, magyar, raktákba, minden állati kóser, igaz? Tehát itt, itt marha nehéz, így van. Az, az egyetlen dolog talán, ami némileg segíthet, kapcsolódva ahhoz, amit az Imre most mondott, az valóban a az önismétlő mintázatok, tehát a fraktálok, szóval azt, azt azért azt hiszem senki nem tagadhatja, hogyha ha mondjuk egy évszázadra visszamenőleg, ezt gyakran említettük, hogy az első világháború, második világháború és most a harmadik világháború is azzal kezdődik, hogy Németország és Oroszország közötti együttműködés romba döntik. Na, amikor egy évszázadon belül három világháborút robbantanak ki ugyanazon mintázattal, tulajdonképpen ugyanazzal a technikával, akkor az, és ezt így ebben a formában senki nem tagadja, mert nem is lehet tagadni, hát a szemünk előtt játszódott le, tehát a kettő már megtörtént, és tulajdonképpen most is szét van verve a német-orosz együttműködési rendszer, tehát ezt alig ha lehetne. Tehát vannak azért olyan összefüggéseket, amelyeket nem lehet tagadni, és hogyha mondjuk egy évszázadon belül harmadszor ismétlődik ugyanaz a mintázat, akkor mégiscsak fel kell tételeznünk, hogy valaki csinálja a valóságot lehet továbbra is ragaszkodni ahhoz az elképzeléshez, hogy nem, a világ abszolút önszabályozó, semmiféle hatalmi struktúra nincsen a világ felett, hanem a világnak vannak a szereplői, és teljesen véletlenszerűen kavarog a szereplők együttműködési, vagy éppen konfliktusos rendszere. Ez az egyetlen lehetőség a kezünkben, csak az a probléma, még egy pillanatra visszatérve, ugye? Igen, ezt a BBC végül is, a, 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 tehát alapvetően angol, de persze, tehát a svédek, dánok is részt vettek benne. Tehát, ahogy teszik, mindenki nagyon előzékenyen igye, igyekszik elősegíteni hát a azt, hogy legyen egy olyan, legyen. Egy valami, egy valami azonban, és. Ez, ez akár még érdekes lehet, mert nyilván a filmnek a jövője, én belenéztem egy esetet, rendkívül drámai, és a, azok, amiket, ott is rengeteg tény van, valóban, most az persze, hogy orosz hajók járnak a Balti tengeren, ez önmagában véve talán nem annyira megdöbbentő, és hogy valóban érdekli őket az, hát azért nyilván nekik is volt, lehettek talán az, az orosz titkosszolgálatoknak is előzetes információról, információ hogy... Mire, de hogy kell egy, a szolgálat itt annyira nem kell dolgozni, mert mondom, még egyszer az amerikai elnök kiált és elmondta. Hát, és a, Lehet, hogy innentől a, kezdve az oroszok figyelték. Megkönnyítette az orosz titkos. És egyébként a, a, ehhez még kapcsolódik az, hogy és az amerikai külügyminiszter is, amikor éppen valamilyen rendezvényen ott jutott el hozzá a hír, és akkor az első reakciója ez volt, beszélt kb. 5 percet, talán háromszor is kimondta ez hogy tremendous opportunity, tehát ez egy nagyszerű lehetőség számunkra, a, na, hülye, ami, a hülye engedély, az, meg az, hogy meg a, jó így esély. van. Na és most és azért beszélve a lángeszű azt... 50 napos bris... miniszterelnök osztályra, ugye? Szóval azt azért elég mondjuk. nehéz elképzelni, hogy hogy az oroszok tesznek valami olyasfélét, amire az amerikai külügyminiszter azt mondja, hogy na ez kiváló, tényleg ennek nagyon, nagyon örülünk. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy azért úgy csinálták meg ezt a filmet, hogy arról egyetlen vak hang nincs, hogy de mégis mi lett volna az oroszok indítéka. Mm. Tehát, tehát az, hogy, az, hogy 30 éve kiválóan együttműködnek a németekkel, az 30 milliárd dollárt belegornak valamibe, hogy ez az együttműködés még teljesebb legyen, majd felrobbantják, mert ez egy teljesen kézenfekvő, nem, nem is kell indítékot keresni. Mert... Gyerekek. Mese hülye gyerekek. Ez így van, és ezt nyilván a világon számosan azt fogják mondani, hogy hú tényleg. Maradjunk Amerikánál, mert Imre is fölírta, de magamtól is eszembe jutott volna, mint téma. Azért némi, igazából nem tudtam eldönteni, hogy némi kárörömmel, vagy inkább kétségbeeséssel olvassam el tegnap azt a hírt, miszerint júniusra, hát az már nincs egy hónap se, júniusra, Hát államcsődöt jelent az Egyesült Államok abban az esetben, hogyha a kongresszus, ahol republikánus többség van, nem hajlandó beleegyezését adni abba, hogy megemeljék az, adó, az aktuális adósságplafont. Mert ott ugye mindig az van, hogy van egy plafon, azt mindig túllépik, mert sose tudják tartani, akkor a kongresszus engedélyt ad, akkor megemelik, és akkor lehet megint nyomni a Fedbe a bankjegyet, mert erről van szó. Nagyjából erről van szó. De most a republikánus kongresszusi többség azt mondta, hogy egy lószart mama, hogy klasszikusokat idézzek, majd akkor egyezek bele az adóságpafont megemelik, ha ez meg ez meg ez meg ez fog történni. Erre meg szegény Szenil is Biden bácsi mondta, hogy ezekről hajlandó se vagyok tárgyalni. Most itt tartunk, és 28 vagy 27 nap múlva meg államcsőd lesz. Na, és akkor mi lesz? Ezért nem tudtam eldönteni, hogy kaján kárörömmel vagy rettegéssel figyeljem az eseményeket, mert fogalmam sincs, hogy egy amerikai államcsőd mondjuk itt fog okozni az egész világon. Nem túl jót, azt előre elmondom neked. Na most menjük, vegyük ezt azért alaposan szemügyre ezt az egész ügyet. Ugye, valóban azt már többször elmondtuk, hogy az Egyesült Államok központi kormányát úgy finanszírozzák, hogy tolják kifelé az államkötvényeket, rövideket, közepeseket, ha, akár 30 évest is. Ezt eszeveszett sebességgel szokták eddig vásárolni az amerikai belföldiek, külföldiek. Dőlt befele a lé, azt lehet költeni. Ezeknek a kamat terhét meg majd finanszírozzuk abból a bevételekből, elsősorban a vállalati adókból, mert ott az adó is ugye befolyik a településhez, befolyik a a kisállamhoz, a 50-ből egyikhez meg befolyik a központi költség, és azt megfinanszírozzuk. Igen ám, de egy idő után valahogy azt hiszem, 17 körül találták ki ezt az egészet, hogy azért egy kis adósságlimit nem ártana. Hát a háború ugye akkor volt hogy iszonyú nagy. Hát az Egyesült Államoktól a 17, bocs, 17-ben lépett be hadviselőfélként az Egyesült Államok. Addig keresett, mint zsírosra dagatra kereste magát, ugye hogy az angolokat, meg a franciákat, meg a, a, az oroszokat is finanszírozták, ott Hát volt lé, bőven. Hát meg valószínű, valószínű, valószínű a németeket is. Tehát Ön, jó nem száll. tudjuk, Laci, <laughs> ne a meg pénz az pénz. Egy, az egy, pénzed, egy dologgal ne gyanúsítsuk Igen. meg. Igen. <laughs> hogy menjen a buli, szóval, hogy folyjon a azért az az igazi, hogyha a harcoló felek mindegyikét támogatom. És mindig az, az ő fegyvereik győzden. Az én fegyvereim legyőzhetetlenek. Na, mit, viccet véretéve, tehát 17-ben viszont kénytelen volt egy egymilliós hadsereget átdobni, addig szinte nem volt Amerikának hadserege. Tehát valami kis minimális. Egy kicsit tudott ott háborozni Mexikóba, itt ott, de olyan, hogy ekkora missziók... Plusz, azonát... bocsánat, hoztak egy kis spanyolnát hát is ajándékba, igen, mert igen. azért ez már, már no, teljesen ezt mondjuk el a mi hogy véletlen, spanyol... hogy, 50 millióan haltak bele abba, amit hoztak. Hogy miért spanyol a spanyolnát, azért, mert... Ezért volt cenzúra volt, minden hadviselő félnék, ilyenről kussolni kellett. Spanyolország nem volt hadviselő, azokban megírták az újságok, hogy ez van, akkor az a végkész nem ilyen kik által de tök mindegy. Igen, de ennek analógiára, minden benne van ebből a kis szimbólumban, hogy a seváb Németországban francia bogárnak hát hívják. Hát tényleg persze élek. Hát ez, igen. -Lotaringia, annyi... Lotaringia az határeset, mert oda, -oda vissza. Ott mi van? Na, ott, hogy egyeskednek ezen a dolgon, Igen. ugye? Ez édes Isten, édes Isten. Na szóval mi lesz ezzel az oda? Na szóval vegyük adóság komolyra a dolgot, tehát attól kezdve van az adósság, ez mindig emelgették, stb. Hozzá is szoktak az emelés, ez nem gond. Csak most ugye forduló pont van az amerikai, ezben. a kétpárti rendszerben kezd egy kicsit szétválni az úgynevezett amerikai nemzeti érdek, meg a világhatalmi politikai érdek, és úgy néz ki, hogy a nemzeti érdek az inkább inkább még nem teljesen, de a republikánus pártba koncentrálódik, még ez a világhatalmi érdek pedig a demokratáknál. Tehát eddig olyan mix volt, össze-vissza volt a keverve. Ott van, a buszok, ugye azok úgynevezett republikánusok, na és aztán csinálták a háborút, meg az olaj, meg a mit tudom én mi. Ma ez egyszerű vég van. Na most, ugye a kongresszus azt mondta, hogy ez így tovább nem mehet. Azt mondta, hogy megemeljük mi a limitet, de akkor kiadások, például az ukrán háborúra fordít, meg kell számolni azt a pénzt, ki volt, hogy volt. Tehát ott már lapokat lehetne elkapni. Ugye, ez nem tetszik az egészbe. Mi lesz ezután? Ugye júniusra kifogy a pénz, mert ugye előre szokott a kormány dolgozni, a magyar kormánynak is több száz milliárd forint van a számláján a Magyar Nemzeti Bankban. Ez nem egy csoda. Előre dolgozik adóbevételek, plusz kibocsátások. Elfogy a pénz, mert ki lehet számolni egy Hónap alatt mennyi megy ki. Ha valaki ki tudja számolni, az Jenet jelen. Mert volt a jegybank elnöke is, meg most pénzügyminiszter. Tehát én mondom, ott ez az egyetlen darab normális ember van, aki érzi a veszélyt. Na most, hát ha nem lesz kibocsátás, akkor tényleg beáll az államcsőd. Nem az, hogy csak egy kicsit szórakozunk, egy hétre elküldjük az állami alkalmazottakat. És itt kezd fájni a nagy hatalomnak, a Fed Reserve-nek, aki már a világhatalom, magáncég, a feje, hogy akkor mi lesz? és van akkor is megoldás, van, de nem szereti a Fed Reserve. A Fed Reserve már körülbelül tízezer milliárdnyi amerikai államadóságot lepkézett be. Tudjuk, hogy mit mondott nekünk a nagy surányi annak idején? Hogy a jegybanknak államadóságot finanszírozni, az annyira tilos, mint a zsinagógába fedetlen fővel belépni, ugye? Most nem akarom a másik viccet mondani, ne nem mondom ne Ennyi. Ennyi. Tehát az nagyon ne tilos, az nagyon tilos. Nekünk. Kivéve nekünk. a fed Na most ne akkor nekünk. viszont kinek az érdeke ez a háború üzemeltetés, meg a további lóvé végtelenül? Hát a Fed Reserve gazdáinak, meg a BlackRocknak, meg annak a mérhetetlen, mindenhol eldugdosott több ezer milliárd dolláros vagyonnak. Tehát akkor csak belekényszerül abba, hogy én, hogy mondjam, képszerűen és fejezzem ki magam, hogy a mérges kígyó a saját farkincájába beleharapjon, azaz, hogy saját bulit, saját pénzből finanszírozzunk. No itt van a vég. Na, no, erre nem szeretnének gombot kötni. Így áll a helyzet. Itt megint megmutatkozik a világhatalom szerkezetének hármassága, tehát hogy van a nemzetállami szint, Amerika esetében is, tehát van a hogy, nemzetállam, hiszen a költségvetés formálisan csak a nemzetállami tehát a birodalomnak, a deep state, és annak államának a deep state-nek nyilván nem lehet költségvetése, mert az nem is létezik. Ez... Az, hogy amerikai birodalom létezik, azért ezt a mainstream is használja, tehát a birodalom kifejezés is, de akkor sem szabad róla beszélni. Inkább egy és irodalmi nem. nem módon használják. Igen, hogy ánt, persze, tehát van, van az, tehát azt azért már nem lehet letagadni, hogy, hogy Amerika azért több, mint egy nagyon erős nemzetállam állam értelemszerűen. Tehát ugye van egy, van egy birodalmi Amerika, de ha már ugye a BlackRock meg a többit említed, van, ahogy beszélünk rá, itt nehéz pontosan megnevezni, nevezhetjük a pénz oldaláról is, de azért sokkal több és másabb, sokkal mint pénz. Az egy szellemi energia, az a bizonyos harmadik szint, ezért is nagyon nehéz megragadni. És ebben a konkrét kérdésben most nagyon drámai módon ütközik össze a három szint. A nemzetállam, Amerika nagyon nagy bajban van. Hát szóval kell, ezt nem kell, ezt nem kell. Igen, is a megsemmisülés szélén van. Anyagi és kulturális értelemben egyaránt azt hiszem, nem kell ezt különösebben ma már bizonygatni. Mindenki szinte meg, megdermed attól, szóval megrendítő látni, hogy egy valaha tényleg nagynak és erősnek látszó, mondhatni szinte öröknek látszó, ami az amerikai társadalom volt, mondjuk az 50-es, 60-as, 70-es évek az mivé zűlik, zűlik szét mindenféle értelemben, tehát nagyon nagy baj van. Egyre súlyosabb, szinte megfinanszírozhatatlan deficitek tűnnek elő, például az egész infrastruktúrális rendszer, a világ leggazdagabb, leghatal szarráválóban van, szétmálóban van, az Tíz egész, az egész alapvető leírhatatlan pénzek ellenének, csak a null szintre való felhozásához is, és ez leáldásul öngerjesztő folyamat, értelemszerűen, az egészségügyi rendszer is, tehát sorolhatnánk mind azok a nagy rendszerek, amelyek nélkül nincs méltó élet, nem hogy gazdag él, élet, mint a Amerikában a középosztály, ami egyébként szintén romokba. hever. jó, tehát nem kell részletezni, nagyon sokszor beszéltünk is róla. Tehát értelemszerűen a politikai uralmi rétegekben azért elindult egy versenyfutás, hogy ki tud hangot adni, a, mert azért a választó most már valamilyen Érdeklődik. módon szeret. Igen, tehát ed eddig Érdeklődik. értelemszerűen mondjuk 50-es, 60-es, 70-es években ennek nem volt különösebb jelentősége, mert az amerikai munkás, akár ha a Detroiti összeszerelő munkás volt, minimum háromszor annyit keresett, mint a német, még mondjuk a 60-as években is. Ez érdekes módon akkor persze nem zavarta őket, akkor nem tették fel azt a kérdést, hogy vajon minő globális pénzszivattyú teszi lehetővé, azt, hogy a Nem voltak mazokisták. Mert azért az ők is tudták, hogy azért a német munkás is, hát szóval Valami annak is vannak képességei, épteget. tehát, tehát azért nem igazán látszik ez életszerűnek, <laughs> hogy én háromszor annyit kell, de akkor e, most, mikor a felét keresi, mert körülbelül így van, akkor értelem, vagy éppen semmit nem keres, mert már 15 éve munkanélküli szétszüllött minden, érdemes hát Detroit Detroit. történetét ebből a szempontból is megvizsgálni. Egy tehát a, az uralmi osztálynak bizony össze kéne szednie magát, Nyilván a, a demokratáknak is ezek a mindenféle hatalmas kísérletei, hogy akkor a Bernie Sanders megszólalásai, hogy a, nem, ebből is az látszik, hogy a demokratáknál sem csupa sík hülye van. Nem, Tehát nem, ők nem, is nem, pontosan nem. tudják, hogy ezért valamit tényleg kéne csinálni. Csak fokjai és ennek ugye a hülye hát, hát, Így van, de igen, mert a, és akkor ez a második szín, hogy ebből a szempontból rohamos gyorsasággal válik szét a két párt, mert a demokraták számukra életveszélyesen odakozmáltak a birodalmi Amerikához, tehát egyszerűen nem tudnak leválni a háború ügyében se, ami nyilván a leglátványosabb, és könnyen lehet vízválasztó lesz a, az elnök választásban, hogy, 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 ki csinál bék, tehát hogy háború vagy béke, ez, ez elképzelhető, hogy a legdöntőbb még most nem lehet pontosan tudni, de hogy a legdöntőbb kérdésé válik. Tehát elindult a versenyfutás a Nemzetállam Amerika kegyeiért is, tehát valamit mutatni kell, valamit muszáj csinálni, mert a Nemzetállam Amerika egyre nagyobb része, a választók egyre nagyobb része, egyre türelmetlenebbül várja az, hogy azért mondjatok már valamit, hogy ezzel mi fog történni. A másik a birodalom, igen, a birodalomnak vissza kell jönnie. Tehát a, a birodalom a birodalom van iszonyatos deficitbe, amit egy darabig rá lehet terhelni a nemzetállam Amerikára, de ha a nemzetállam Amerika azt mondja, hogy a nem ügyéskedjél már, tehát le 32 ezer milliárd dollár most az adóság, nekem ennyire lenne szükségem. Tehát nem az, hogy én járuljak hozzá, a pont a körből ekkora összeget kellene neked hozzájárulnod az én deficitjeimnek a feloldás. Itt még hogy én segítsek a, hát mondja az ajóvai farmer, én háborúzok ukra, azt se tudom, hol van Ukrajna. Sőt, tulajdonképpen a térképen még Európát se tudnám megmutatni, de különösebben nem is érdekel, mert én ajóvai farmer vagyok, és én azt várom, hogy az, azokat a szükségleteimet, amelyek nekem itt a jóvába, jó, tehát a, ez, ez az, ami ide közben ott vannak a harmadik szint szereplői is, akik a birodalomtól azt várnák el, hogy na mi van? Hát eddig természetes volt, hogy az erőforrás áramlás végső gazdája, vagy végső célpontja, én vagyok, ott gyűlik, hát én üzemeltetem a világot, és ha nem vagy alkalmas, akkor eldoblak, tehát és, egy, és ez zajlik, hogy a akkor remél, de hát ha nem vagy alkalmas, majd majd talán, ne félj, van a világban, bőven jelentkező arra, majd akkor egy alkalmatosabb helyre megyek, és onnan fogom kiszívni az erőforrásokat, téged meg a sorsadra hagylak, mint birodalmat Ehhez is, is van és az, hogy szétrobban alattad majd a nemzetállam és na, az aztán meg már végképp nem végképp érdekel. Az... És ez ennek a konfliktusnak a, 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 a legbelső szerkezete, csak ezt de. ugye rendkívül nehéz elbeszélni de, azon a. És ha már... Itt tartunk, akkor csak laikusként mégiscsak van a háborúra is egy vetülete ennek. Hát ha államcsődöt jelent az Egyesült Államok, ami nyilván, hogy magát az amerikai társadalmat is fog fogalmazni, meg fogja lepni. Hát a másnaptól kezdve azért azt mégsem mondhatják, hogy csődben van az állam, de továbbra is heti 100 milliárdot átutalunk Ukrajnának. Egyébként csak azért, hogy a, a saját. A mínuszból. A mínuszból hogy... csak azért, hogy a saját. Cégeinknek ottan a jövőjét egyengessük. Hát ez mégsem sem mondhatja Tehát valamit mondani kell. Hát azért mondom, technikailag fél. nem megy, de azért ezt az ellentmondást felfedezték a laci legbelső baráti köreibe. ott se fél. egyforma a nóta, és azért ez egy kicsit ragozódgat lefele. Tehát akkor mondtam én azt, hogy tulajdonképp valamilyen furcsa béke koalíció is kezd kiformálódni egészen fura részvevőkkel. Tehát egy New Deal, egy olyan egyesség, amiben valójában mind a három fél benne van. Tehát megszólal a nemzetállam, amerika ennek a szószólója egyértelműen Donald Trump, tehát ez és ő ebben lubickol ebből a szerepben intuitív módon, ez zseniálisan csinálja. Értelemszerűen kellenének józan erők a birodalom részéről. Barátunk a Jó, persze, tehát azért megmutatkoznak hát csak egyelőre kívülről, ugye az csak az amerikai társadalomban kellene, hogy jelentkezzenek azok az, az uralmi venni. tényezők, akik a birodalom szempontjából is egy józanabb hangot, és hát végül, de abszolút nem utolsó sorban, ez a harmadik szint is jó lenne, hogyha minél előbb eldönteni, hogy most ebből a sem, -sem is, is helyzetből, ami nyilván életveszélyes az egész világ számára, tehát akkor mégis, mégis, mi lesz? Egy tegyük persze hozzá, hogy az elmúlt évszázadok során mindig nagy háború volt, amikor birodalomváltás ment végbe. Az első-második világháború bizonyos értelemben szintén egy birodalomváltáshoz kapcsolódik. A 30 éves háború is, tehát iszonyatos háborúk mentek végbe, ami érthető is, hiszen olyan lemeztettonikát mozgat meg a világhatalomba. Igen, csak nagyon fontos hozzátenni, hogy a világ komplexitása ma 100 akkora, mint mondjuk 3-400 évvel ezelőtt volt. Tehát akkor nem volt ekkora tétje annak. Most bármelyik pillanatban, lásd ezt a drón támadás, aztán visszaszívjuk, tehát bármit, de bármelyik pillanatban történhet olyan, ami kártyavárként, minél komplexebb egy rendszer, annál sebezhető. Pillanatok alatt látszik szerűen romba dönthető. Ugye, és én visszatérnék erre a béke témára. Ugye, láthatólag ö, több helyről jönnek ilyen kételkedések, még az Elenszki köréből is jönnek olyanok, hogy o, olvastam legutóbb, hogy hát nem volt egy okos, és valaki ott őszintje volt, nem is tudom, hogy hogy van ez. Azt mondta, hogy nem volt az egy okos az oroszokat beleugratni ebbe az egészbe azzal a az ötlettel, hogy le fogjuk őket győzni. Tehát ők már látják, hogy hogy legyőzni nem lehet őket, ugye? Ez az egyik. A másik, ugye. Bár, bocsás, meg most leszedhetnek, mert az ÉSZT főtábornok bejelentette, hogy Oroszországot föl kell darabolni. Igen. Na jó, hát nem sok ÉSZT. Hát, ész és a, a szikét is felmutatta, hogy az ész, az, ész az ÉSZ szike. Na most itt van az, ugye, ahogy a Laci azt mondja, hogy a világot irányító nem csak a Lóvé, ezért én teljesen persze, egyetértek, de Lóvé nélkül az egész hát, a a De erre fő, épül egy hatalmas persze, szellemi világrendszer, egyetemi katedrák, mindenféle, Köszönöm. különféle professzorok, cirkuláris elítés, füllentősek gondják. és minden vegyes fölvágott, egy cigány, egy akármi. És itt szólal meg, ugye a világ első számú egyháza, a nemzetközi egyháza, a katolikus egyház. Ezt ne felejtsük ki a játékból. Igen, ezt akartam mondani, hogy beszéljünk valami jóról is, és, és szépről is, ezt pedig nyugodtan kijelenthetjük, hogy a pápa háromnapos magyarországi látogatása az volt, de azon túl, hogy jó volt, felemelő volt, csodálatos volt, és szép volt, ezen túlmenően, és akkor ezt a szegmest ragadjuk ki, mert nem tudtam például nem észrevenni hogy még 444.hu is, amelyik ugye Egyesült Államok és Soros György közvetlen zsoldjában áll, egy elképesztő, már-már ilyen titkosszolgálati elemeket felmutató, elemző cikket írt arról, hogy ha-ha, Moszkva, Budapest, a Vatikán tengely van kialakulóban, itten a béke kapcsán, ami azért is izgalmas, mert fél éve ugyanezek, Minket azt pofázzák, hogy szakadék van az Orbán kormány és a Vatikán béke elképzelései között. Hát most meg már mindjárt tengely van. Hát most, nem tudom, mi lesz jövő héten. Így működnek a dolgok náluk, ugye? Tehát az előbb beszéltünk arról, hogy hogy lehet itt füllenteni őrült nagy dolgokat pillanatok alatt arra hivatkozó, hogy az emberek úgyis mindent elfelejtenek. Egy-két ilyen alakkal, mint a bogár, meg még vagyunk egy páran. Mi? Van a bajuk, hogyha hát, olyanok vagyunk, de az elefánt nem felejtünk. No, de visszatérve erre, hát azért ne felejtsük el, jó Európa gyakorlatilag majdnem, hogy, kiiktat, majdnem, hogy kiiktatta a kereszténységet, majdnem, hogy kiiktatta a szakralitást, 90 százalék már nincs, egy pici kis láng még azért mindenhol van, sőt szerintem a parázoz még van, csak nem mert láng Gyulladni, valami miatt. De a világ másik részével, több részével viszont nagyon erős. Például az Egyesült Államokban is, ugye, a, az Egyesült Államok népe az, az, ha nem megy valaki a csörcsbe, akkor azt nagyon lenézik. Valami csörcsbe járni kell. A római katolikus népesség körülbelül 20-25%, úgy tudom, a római hmm. katolikus. Igen. Akkor még vannak Igen, a protestáns van. és az új protestáns felekezetek, ugye? Tehát azért ez egy óriási Dél-Amerika, ez egy óriási szellemi erő, tehát amikor a pápa megszólal, egyrészt minket megtisztel, teljes fronton. Pincétől a padlásig, padlástól a pincéig, fiataltól az öregig, mindenkit. Határon belüli magyartól, határon túli magyarot, ugye? Mindenkit, de tényleg mindenkit. A magyar történelmet beidézi neked sokkal jobban, mint ahogy azt letanítják, az oszkolákba ugye, szentjeink mindegyike, a poldogok mindegyike felsorolva, azért ez ne, ne csak úgy, ne, ne udvariassági gesztusnak, hanem egyben egy világerő formáló, béke teremtő missziónak a nagyon pontosan kidolgozott részletét. Valamint, hogy elvállalja ez a 86 éves ember, aki agyilag teljesen ott van, ugye? Csak az elején egy kicsit, hát mondjuk azt a csúnya hogy meg volt vezetve Magyarország. De hajlamos volt a korrekcióra, sőt, az igazságot is kereste, és idejött, és pontosan idejött. Úgy jött ide, hogy az akár Zseránt is lehetett volna neki, hogy Orbánék azt mondták, hogy mi vagyunk meg a Vatikán, akik békét akarunk. Hát mondhatta volna a pápa, ugyan már gyerekek, kicsit ne lódítsatok ekkor, de nem ezt mondta, hanem megtámogatva érezte, hogy neki most azért kell idejönni, mert felgyorsítunk valamit. És ez, ez nem puszta Duma, a gyakorlati lépések is elkezdődtek, ugye? Elmegy a görög katolikus felekezet, az oké, okay, mert integrálva van Magyarországon a, a Római Egyház. Elmegy alali. az orosz ortodoxod, is, beszél fel, fel. az idehelyezett moszkvai Kirill a hát, Első kezén. emberével. És gyakorlatilag ahogy tudom, ez a dolog tovább folytatódik. Hát ő maga a pápa azt mondta hazafelé a repülőn, hogy egy hogy formálódik, formálódik igen, a békemiszi részleteket Csak még. Nem még árulhatok el, de majd ha nem el, a nem nem el, nem, nem, nem is fog elárulni, és ne is tegye, mert Persze. szerintem sokkal bölcsőbb. Azért de. teszem itt fel a kérdés és most meg is provokálom Lacit, mert szerintem a legfősebb tudományos hókusz paliktól. A Macron is kap jelzéseket egy részétől, hogy valahogy erre errefele kéne menni. Amikor először ő akasztott tengelyt az ancsikkal, ugye? elment Kínába, hazajön, és azt mondja, hát büdös életben, menjünk már az amcsik, ne dirigáljanak nekünk. Nem ezt vártuk tőle, ugye? Valami Ez nem egy, egy, nem két egy két vizet, vizet, két vizet. Két Jó, két tehát valami, valami valóban változóban van. Mi 11 éve soha nem mondtunk egyebet, csak ezt, hogy ha a világ, ha, ha igen, ugye az ősi-keleti mondás, hogy ha változást akarsz, a változás léte magad. Tehát a világ úgy fog változni, mert a világ nem kint van, hanem bent, hogyha a lelki, erkölcsi, szellemi értelemben megváltozunk. Számomra azért volt csodálatos élmény ez a, ez a két nap, mert a protokollon az tényleg hihetetlenül pontosan átütött a kedves, megértő, emberséges szeretet. A pápa részéről is, és az ország, és az, az ország részéről is. Olyan csodálatos aurája volt az egésznek, ami rámutat arra, hogy nyilván voltak feszültségek a pápa megítélésében is, tényleg egyetlen mondatban azért beszéljünk erről is, de itt kiderült, hogy a, a hit, a vallás, és az egyház, az három különböző szintje ugyanannak a valaminek. Az Igen, embernek Igen. az a végtelen törekvése ez az ugyanaz, hogy meg tudja ragadni azt a valamit, ami túl van az evilági életen. Tehát ha úgy tetszik, az emberi életnek az örök léthez való kapcsolódásának igénye. Az egyház 200 év alatt is sokat változhat, 1500 és 1700 oh, között láttuk. Maga a keresztény vallás is nyilván más ma, mint vallás, mint 2000 ezer évvel ezelőtt volt, de a hit az örök. Tehát az 20 ezer éve is ilyen volt az emberben az a végtelen törekvés, hogy az egyetemes szeretett energiák határozzák meg az emberi létezést, ami nyilván túlmutat az egyedi emberi életen, és ez a pápa látogatás, ezt valami olyan el, felfoghatatlan erővel indította el, és ez annyira biztató azzal kapcsolatban, teljesen egyetértek bennem is, ez így szürreálisnak látszik, tényleg utolsó mondat, de még ez a bizonyos nem létező harmadik szintű erő is valamilyen értelemben láthatólag nem tud másra építeni most már. Tehát az, azért van talán halvány reménye annak, hogy a világ létezése, szóval van, van valami lehetőség ennek az öngyilkos, önfelszámoló útnak a korrekciójára, mindezen keresztül. Egyetlen csőgörény tudott csak csúnyát mondani. Tóta V. Aki azt mondta, olyan okos a pápa, hogy, hogy már nem tud hitem. hinni. Igen csőgörény. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várjuk Önöket, addig is minden jót. Viszont hallásra és viszontlátásra.